Új bajnokság, új ellenfél. A felsőházi rájátszásban a C csoportból érkező Vác először lépett pályára Nyírbátorban, és egy 4-1-es kezdéssel jelezte is, hogy pontokért érkezett. A hazaiak aztán utolérték ellenfelüket, sőt a vezetést is átvették, a szünetre azonban 14-15-ös állásnál vonultak le a csapatok. Fordulás után is ragaszkodtak egymáshoz a felek, egészen a 45. percig. Akkor az egyenlítésért támadott a házigazda, de egy kimaradt zicsert követően 5-0-ás sorozatot produkált a Vác. Ezt a különbséget aztán őrizték is a mérkőzés végéig, amely végül 4 gólos nyírbátori vereséggel zárult. Kevesen is voltunk, többen hiányoztak közülünk, bár közülük is, azt hozzá kell tegyem. Ugye Janika ilyen influenza-szerű betegséggel küzdött, nem találta magát, ugye az is egy olyan sarkalatos pontunk volt, hogy hogyan helyettesítsük, hogyan oldjuk meg. Én úgy gondolom, hogy a védekezésünk volt nagyon, nagyon lagymatag, gyakorlatilag most a statisztikát megnéztem, egy sárgalapot kaptunk meg, egy kiállítást, tehát egy felsőházi rájátszást így kezdeni szerintem nem lehet. Ez fájt. Nem a vereség úgymond zavar a legjobban, nyilván nem szeret senki veszíteni, hanem a miensége, és viszont az akarati tényezőket hiányoltam. Sokkal többet kellett volna fautolnunk, sokkal többet kellett volna ütköznünk, futnunk, de most így sikerült, valamiért ma ez nem működött. A mérkőzésen 3 gólt szerző Mezei József szerint hiányzóik ellenére is tudták azt a gyors játékot játszani, ami szükséges volt a Váci győzelemhez. Kellően fel tudtunk szerintem készülni azokból a videókból, amik fel vannak a MKS-nek a honlapján. Sajnos egy olyan malőrbe futottunk bele ezen a héten, hogy több betegünk is lett, ezáltal nem tudtunk abba a létszámba eljönni, amennyibe szerettünk volna, de szerencsére sikeresen vettük ezt az akadályt. Mészáros Ákos 7 góljával a nyírbátori csapat legeredményesebb játékosa volt. Az átlövő a védekezésben elkövetett hibákban látta a vereség okát. Úgy gondolom, hogy az elején jól bekezdtünk. Ott még az első fél időnek az első 15-20 percében, meg hát úgy mondhatom, hogy az első fél időben úgy még pariban voltunk végig, utána pedig a második fél időre valahogy nagyon rosszul jöttünk ki, ott védekezésben is nagyon sok hibánk volt, de igazából egész mérkőzésen sok hibánk volt védekezésben, és utána pedig már futottunk az eredmény után. A forduló további eredményei a következők: Hajdúböszörmény DVTK 23-33, Hajdúnánás Salgótarján 23-24 és Hajdúszoboszló Gödöllő 31-25. A tabella élén a 13 pontos Hajdúszoboszló áll, megelőzve a 12 pontos DVTK-t. A 3 ponttal 7. Nyírbátor a jövő hétvégén a 3. Salgótarjánhoz látogat.